Köszöntöm nézőinket, önök a Pannon Televízió híradóját látják, Solyhó Zénó vagyok. Főtémáink néhány mondatban. Fokozott biztonság a temetők környékén, rendőrök teljesítenek szolgálatot minden szentek és halottak napján. Segítik a személyes találkozásokat, állásbőrzét tartottak Pécsen. Fogyatékos gyerekek oktatását segítik, jótékonysági koncertet tartottak Pécsett. Első pécsi sporttudományi szimpózium, pécsi edzőlegendák tartottak kerekasztal beszélgetést. Közeledik minden szentek és halottak napja. Ilyenkor a temető környékén fokozott forgalom jellemző, azonban nem csak a közlekedésre kell jobban odafigyelnünk, hanem személyes értékeinkre is. A rendőrei Pécsen és Baranya vármegyében bűnmegelőzési céllal járják a temetőket és környéküket. Stábunkkal a pécsi rendőrkapitányság munkatársait kérdeztük a szolgálat teljesítéséről. Egyre nagyobb a forgalom Pécsen, a Siklósi úton. A pécsi köztemető is itt található. Már sokan meglátogatták elhunyt szeretteiket, vagy éppen sírjukat teszik rendbe. Az iskolaőrök közül többen vállalták, hogy a szünidő miatt felszabadult idejükben segítenek ebben az időszakban. Jelenlétükkel és odafigyelésükkel, ha valaki esetleg rosszul lesz, időben tudnak segítséget hívni. De a parkolóban lévő autók nyitva maradt ablakaira is felhívják az autós figyelmét. A nagy forgalom miatt sokszor szükség van rendőri irányításra is. Hasznos dolgokra hívja fel a figyelmet dr. Gáborné Kiffer Krisztina, a pécsi rendőrkapitányság rendőr alezredese, aki azt is elmondta, hogy ez időtájt kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a megemlékezés mindenki számára méltó legyen. Kollégáimmal, illetve a társszervekkel együttműködve az ünnep nyugalmát veszélyeztető jogsértések megelőzésére törekszünk. Ilyenkor a köztemető környezetében jelentősen megnövekszik a gyalogos és járműforgalom, ezért fokozottan figyeljünk egymásra és értékeinkre. A közlekedés során legyünk körültekintőek, az elsőbségi szabályokat tartsuk be, figyelmetlenül ne lépjünk az úttestre, értékeinket ne hagyjuk őrizetlenül, járművünket parkolás követően zárjuk be. A Minden Szentek és a Halottak napja közelettével egyre nagyobb a forgalom, a sietés miatt pedig a figyelmetlenség is. Előfordulhat, hogy valaki, amíg a szerettei sírját gondozza, nem figyel annyira táskájára, és már is megtörténhet a baj. A temetői tolvajok sajnos résen vannak. Ha segítségre szorul, keresse a helyszínen lévő kollégáimat, vagy kérjen segítséget a 112-es segélykérő telefonszámon. A rendőrei és már az iskola őrök is Pécsen és Baranya vármegyében is bűnmegelőzés céljával járják a temetőket és környéküket. A pécsi rendőrkapitányság és a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság rendőrei fokozott figyelmet fordítanak a kegyeleti időszakban a közbiztonságra. Munkaadók és munkakeresők találkozhattak a pécsi belvárosi üzletközpontban szerdán. A különböző cégek elhozták állás lehetőségeiket és a hozzájuk tartozó ajánlataikat. Külön standdal szerepelt a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara. Cégek standjai a belvárosi bevásárlóközpontban Pécsen. Állásbőrzét tartottak itt szerdán. A munkatársakat kereső vállalkozások között ott volt ez az elektronikai területen tevékenykedő társaság is. Szerencsére bővülés miatt vagyunk itt, főleg operátori pozícióink vannak most szabadon, de mérnöki pozíciónkat is hoztam most erre az állásbőrzére. IT területünkön is van szabad lehetőség, és igazából szeretnénk megmutatni a céget is, és a lehetőségeinket is, hogy tudjunk segíteni itt a munkanélküli kollégáknak. A cég pultjánál azt is megtudhatták az álláskeresők, hogy miért érdemes őket választani, milyen juttatásokkal, bérekkel, munkarenddel várják a leendő dolgozókat. Nálunk is ezért a műszakos munkarendbe be kell illeszkedni, de igyekszünk segíteni a családosoknak, és rugalmas munkarendet is tudunk biztosítani, úgyhogy főleg ezért, illetve most már nálunk is elérhetőek, szerencsére sokat fejlődtünk bérben is, és kafetéria juttatásokat is most már tudunk adni, úgyhogy egy fejlődő céghez lehet csatlakozni abszolút. A helyi iparkamara is jelen volt az eseményen. A gazdasági érdekképviselet a hozzájuk köthető vállalkozásokat képviselte. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
egy standal jelent meg ezen az állásbőrzén, ahol a három általunk menedzselt klaszternek, az építőipari, a gépipari és a gasztronómiai klaszternek az állásajánlatai gyűjtöttük össze a tagoktól. Hát tudni kell, hogy ugye nálunk nincsenek konkrét álláshirdetések, de azok a vállalkozások, akik ezekben a klaszterekben tagok, náluk folyamatosan merülnek föl új és új lehetőségek. Ezeket gyűjtöttük össze, és ezekre lehet nálunk jelentkezni. Az álláskínálatuk széles, több iparágat átfogó. Így lehetőséget nyújtottak különböző végzettségű embereknek, hogy megtalálják a nekik megfelelő pozíciókat. Számomra meglepő, hogy milyen sokan jönnek el itt egy állásbőrzére, hiszen azért elég sok állásbőrze van, illetve nagyon sok olyan online felület, ahol lehet jelentkezni. Most így gyorsan reggel óta nagyon sokan érdeklődtek vendéglátóipari szakmák iránt, mivel az kevés és specifikus azért, mint egy építőipar vagy gépipar, de jöttek már mérnök végzettséggel, közgazdasági, egyetemi végzettséggel, tehát hogy gyakorlatilag itt mindenki megtalálható volt hirtelen. Az is elég széles, amit tudunk ajánlani, tehát az egészen egyszerű 8 általánossal is végezhető szakmáktól az egészen komoly végzettséget, nyelvtudást igénylő szakmákig is megtalálhatóak most nálunk állásajánlatok. Az állásbőrzét a Megyei Napilapot kiadó cég szervezte immár harmadik alkalommal. Céljuk az, hogy a munkaadók és a munkavállalók személyesen találkozhassanak. Ez megkönnyíti a megfelelő lehetőségek megtalálását, véleményük szerint. Helyi cégek és multitársaságok egyaránt jelentkeztek ezekre az állásbőrzékre az évek során, tudtuk meg a helyszínen. Rövid híreink következnek. A kegyeleti ünnep alkalmából változik a közlekedési rend. Október 31-én, a pénteki, november 1-én, a szombati, másodikán az ünnepnapi menetrend érvényes a vasúton. A lehetőségekhez képest a helyjegyek elővételi vásárlásától függően a Budapest-Pécs viszonylatú Mecsek Intercity vonatokat több kocsival indítja el a vasúttársaság. A helyközi autóbuszjáratok október 31-én a hét utolsó tanítási szünetes munkanapi november 1-én munkaszüneti napon, november 2-án szabad napon érvényes menetrend szerint közlekednek. Egyes településeken a helyi járatok az általános közlekedési rendtől eltérően közlekedhetnek. Minden Szentek és Halottak napja miatt változik a Biocom ügyfélszolgálati iroda nyitvatartási ideje, és a hosszú hétvégén a parkolás is ingyenes lesz a városban. A társaság sajtóközleményében részletezte, milyen változásokkal kell számolni. A Biocom ügyeleti szolgálatot tart a Siklósi út 43 szám alatti irodaépületében november 1-e és 3-a között, tehát pénteken, szombaton és vasárnap 9 és 16 óráig, a temető november 9-éig 6 és 20 óra között látogatható minden nap. November 1-én és 2-án Pécsen a fizetős parkolási zónákban is ingyenes lesz a várakozás. Azonban a forgalomcsillapított övezetekbe történő behajtás engedélyhez és ott a közterületi várakozás díjfizetéshez kötött ezeken a napokon. A NAV baranyai munkatársai szerdán és csütörtökön is a Halloween, a Minden Szentek és a Halottak napja közelettével a vármegye egész területén ellenőrzik a zöldség, gyümölcs, virág, koszorú, mécses és ajándékkereskedőket. Az ellenőrök vizsgálják a nyugtai számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A vármegye ipari parkjaiban és nagykereskedelmi bázisain a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását ellenőrzik. Klasszikus zene és jazz, ezt a két műfajt ötvözték az előadók Pécset. A Kodály Központban lépett fel Illényi Katica és a Sárik Péter trió közösen. A jótékonysági előadással a Kerekvilág idén 25 éves iskoláját segítették a művészek. Komoly zene és jazz egyszerre a színpadon. Illényi Katica hegedűművész és a Sárik Péter trió közös műsorra lépett fel Pécsett a Kodály Központban. A művészi élményen túl az estnek volt egy jótékonysági célja is. A Kerekvilág Alapítvány iskoláját támogatták. Én először is nagyon nagy örülök és megtiszteltetés, hogy ilyen műsorra is hívnak bennünket, és hozzám nagyon közel áll ez a téma, mert az édesanyám gyógypedagógus, úgyhogy én pontosan ismerem ezt az egész hangulatot, mert tudom, hogy
hogy milyenek ezek az emberek. Én amikor már 5 éves voltam, akkor az óvoda ott volt a kisegítő iskola mellett, anyukám nagyon sokat vitt át az ő iskolájába, és az összes gyereket, mai napig emlékszem a gyerekek nevére, és hogy mennyire jó kijöttem velük, úgyhogy tőlem egyáltalán nem áll távol ez az egész dolog. Sárik Péter szerint rengeteg baj van a világban, így ha lehetőségük adódik, akkor segíteniük kell a szemészeknek, ahol tudnak. Hogy baj van, nagyon sok baj van, és kutya kötelessége mindenkinek segíteni, aki megteheti. Lehet ez kis dolog, lehet ez nagy dolog, egy átlagember egy semmiséggel is tud segíteni, de mi, akik meg több embert tudunk megszólítani, vagy sokkal-sokkal több embert, mint egy átlagember, nekünk még nagyobb kötelességünk az, hogy odaálljunk ügyek mellé, és hogyha egy teltház tud lenni itt Pécsett, akkor azt gondolom, hogy ez csodálatos, mert akkor ugye mi csak egy hívásra jöttünk, és az emberek, akik majd beülnek, több mint 700-an, ők pedig vették az adást, és ők is segíteni szeretnének, és ez így együtt nagyon szép, mert valaki boldog lesz a végén. Minden évben szerveznek jótékonysági koncertet az alapítvány javára. Idén ráadásul jubileumot ünnepelnek. Ez a Kerekvilág Általános Iskola 25 éves jubileumi gála estje. A Sárik Trió és Irényi Katica fognak fellépni, akik közül Sárik Péterékkel most már közeli barátságban, ismeretségben vagyunk, és köszönöm is nekik, hogy eljöttek fellépni. Egy különleges estét fognak ők nekünk bemutatni. A koncert ajándék azoknak, akik segítenek. Megmutatja, hogy micsoda öröm lehet ez a kívülről nehéznek látszó feladat, mondja Kővár János. Ahogy a Kishercegben is olvassuk, jó csak a szívével lát az ember. Ez különösen igaz egy olyan iskolában, ahol fogyatékkal élő gyerekekkel foglalkozunk, és azt gondolják sokan, hogy ez milyen nehéz a velük való munka, és közben a nehézség mellett, vagy a fáradtság mellett sokkal inkább úgy érzik a kollégáim, hogy mekkora öröm velük dolgozni. Ezt az örömöt szeretnénk ma átadni mindenkinek. A Kerekvilág Alapítvány fenntartásában működő iskoláról egy kis filmet is bemutattak a koncert előtt, így mutatva meg mindennapjaikat az Oktatási Nevelési Intézményben. A koncert bevételét pedig a későbbiekben az iskola javára fordítják majd. Megtartották az első pécsi sporttudományi szimpóziumot. Az eseménynek a Tudományos Akadémia Pécsi Akadémiai Bizottság épülete adott otthont. Ez az a helyszín, ahol a pécsi edzőlegendák beszéltek a high performance szemléletről a gyakorlatban. A Pécsi Tudományi Egyetemmel közösen szervezett programon a sport tudományos megközelítését emelték ki a résztvevők. Első alkalommal szervezte meg a Pécsi Sporttudományi Szimpóziumot az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának Sporttudományi Önálló Elnöki Bizottsága. A tudományos programot a Pécsi Tudomány Egyetem és a Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ együttműködve tartotta meg. A szimpózium a Pécsi Edzőlegendák a Magyar Tudományos Akadémián High Performance Szemlélet a Pécsi Sikerkovácsok Gyakorlatában címet kapta. Ennek kapcsán Pécs edzőlegendái beszéltek arról, hogy sikereikben és munkájukban milyen módon van jelen a sport, high performance szemlélet. Igen, azt gondolom, hogy a Pécsi Tudományi Egyetem az elmúlt időszakban letette a névjegyét abban a fajta előrelépésben, ami a sportnak és a tudománynak az összefonódásáról szól, hiszen az elmúlt időszakban számos olyan fajta támogatást biztosított az egyetem, ami akár kutatási laborinfrastruktúra, feltételeket teremt meg ahhoz, hogy a sportot azt ne csak szóbeszéd szintjén lehessen érteni, hanem egy nagyon magas, komoly tudomány is legyen, húzódjon meg mögötte. Az egyetem továbbra is komoly szerepet vállal a high performance szemléletben, hogy tudományos háttérrel vehessenek részt az élsport céljainak elérésében. A high performance, ez a fajta kiváló teljesítményeknek az elérése, én azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy komoly edzői és egy talentummal bíró sportolói tehetségnek az eredményeként jön létre. Ugyanakkor egy nagyon fontos titok az, hogy ezt a fajta magas teljesítményt ezt miként lehet megtartani. Erre egészen biztosan vannak jó gyakorlatok a világban. Tudományos alapú jó gyakorlatok, és bízunk abban, hogy az egyetem továbbra is ebben egy komoly szerepet tud vállalni majd. A szimpóziumon részt vett edzőlegendák nagy része már nem Pécsen fejleszti a sikeres sportolókat, ezért dr. Habil Rátgéber László felültetni a Meccsek Expressre a szakembereket. És azokat azt a szürke állományt, és azokat az embereket, akik akár a világban vannak is, megvan a pécsiességük, és nem csak sportban.
ültessük fel arra a Mecsek Expresszel és sózzuk haza őket. Az egyetemet működtető alapítvány képviseletében dr. Szili Katalin is méltatta a Rád Géber Akadémiát, és a High Performance Center létének fontosságát hangsúlyozta. Pécsnek is, én azt gondolom, hogy ez dicséretére válik, hogy van egy Rád Géber Akadémia, egy kiváló kosárlabda akadémia, de fölvállalja azt is, hogy a különböző egyéb sportokban kézilabda, vívás, ami hozzám is közel áll, hasznosítja azokat az eredményeket, amelyeket, gondolok itt például a High Performance Center kialakításával el tud érni. Az esemény címadó témakörében felszólalt dr. Habil Rád Géber László, Danyi Gábor, Dárdai Pál, Petrov Iván, Bencs Dávid és Dancsházi Nagy Tamás. Emellett a szakértők Petrov Árpáddal kiegészülve a High Performance Centerek jelentőségét is megvitatták egy kerekasztal beszélgetés során. A szimpózium zárásaként nagykövetnek felkérték a pécsi Sport High Performance Center nagyköveteit is. A régió híreivel folytatjuk. Ülésezett a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlése. A képviselők a különböző bizottságok elnökeit és tagjait választották meg. Továbbá elfogadták a szervezeti és működési szabályzatot is. Potápi Árpád János államtitkár országgyűlési képviselő emlékére némad csenddel és megemlékezéssel kezdődött a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének legutóbbi ülése. Az ülésen a különböző bizottságok elnökei V. Égi Csabát, Kovács Jánost, Pintér Szilárdot és Cseke Istvánt választották. A bizottságok munkájától függ a pályázatoknak és így a fejlesztéseknek a gyorsasága, és semmiképpen nem szerettük volna, hogy ebben bármilyen elakadás legyen. Tehát már van olyan projektünk, ahol bizottsági döntésre van szükség, ezért is volt nagyon fontos, hogy minél hamarabb megalakuljanak a bizottságok. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, illetve a Terület és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság élére Pintér Szilárd és Cseke István személyében új elnököket választottak. Orbán Attila reméli, hogy ezáltal új lendületet kap az önkormányzat munkája. Az a fontos, hogy minél hamarabb, minél több projektet meg tudjunk kezdeni, véghez tudjunk vinni, és át tudjunk adni a településeknek, minél több fejlesztést tudjunk eszközölni. Az ülésen letették esküjüket a bizottságok megválasztott külsős tagjai is. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Dombováron a Kis Polgárok parkjában ültettek fákat a legkisebbek tiszteletére szüleik és nagyszüleik részvételével. A hagyományos eseményen Deli Orsolya zenés-táncos foglalkozást tartott. Fotófallal, valamint finomságokkal várták a résztvevőket. A dombóvári faültetésen Tóth Zoltán civil tanácsnok is felszólalt, aki köszöntötte Dombóvár újszülötteit és hangsúlyozta, hogy az önkormányzat az elmúlt években számos olyan fejlesztést és beruházást valósított meg, amelyek az édesanyák mindennapjait könnyítik meg. Mint minden önkormányzatnak nekünk is nagyon fontos, hogy legyen utánpótlás, sok gyerek legyen, és hogy a gyerekek, anyák, szülők jól érezzék magukat a városban. Ennek keretében igyekszünk minél több ehhez kapcsolódó beruházást megvalósítani, bölcsődebővítéseket, most épül egy új óvoda a városban, illetve nemrég adtunk át egy új, azt gondolom, jól kihasznált játszóteret is. A Kispolgárok parkjának ugye ez a második helyszíne már, és ahogy nézem, ez is betelt, pedig még csak 3 éve kezdtünk itt ültetni. Én nagyon remélem, hogy a következő helyszín ennél nagyobb lesz, és még gyorsabban be fog telni. A Kispolgárok parkjában tartott rendezvény különleges lehetőséget nyújtott a családok számára, hogy együtt hagyjanak maradandó nyomot a következő generációnak. A szülők meséltek arról, mit jelent számukra ez a gesztus. Októberben született a kislányunk, most már 1 éves, és ő a 3., és mind a 2-nek van, 2 nagyobbnak is, és úgy gondoltuk, hogy a 3. sem maradjon ki a sorból. Szerintem nagyon jó dolog. Én nagyon-nagyon vártam, fel is kerestem az önkormányzatot már, hogy mikor lesz ilyen, mert szép dolognak tartom, és tök jó lesz majd nézni, hogy mekkorára nő a fa az évek során.
A faültetés nem csak a természet iránti tiszteletet, hanem az új generációkba vetett hitet és az összefogás erejét is jelképezi. Dombóváron idén is szülők és nagyszülők közösen állítottak elő emléket a jövő számára. Sajtok és húskészítmények, gombák, lekvárok, különböző mézek és zöldségkrémek is helyet kaptak a balatoni gasztropiac kínálatában. A somogyi termelők portékáit Siófokon kóstolhatták meg, vagy vásárolhatták meg az érdeklődők novemberben, 2 decemberben pedig 4 vasárnap várják a vásárlókat Siófokon. Szerintem az édesem. Igen? Jó, örülök. A szörpöket kóstolják ezek a fiúk, akik nagyszüleikkel érkeztek a balatoni gasztropiacra. A felnőttek tudatosan keresik a helyi termékeket. Adalékmentesek, kistermelők állítják elő, gyakorlatilag mindent végig fogunk nézni, és szerintem vásárolunk sok mindent, ahogy nézem itt a felhozatalt. Sokan rendszeres vásárlói a gasztropiacnak. Fűrt tojást szoktunk venni, azt mindenképpen, mert azt szeretjük is, meg egészséges is. A gyermek szokott péksüteményeket, ugye kiflit, de most vettünk egész sok mindent, mézet is vettünk, meg disznó, igen, ilyen hurkát, kolbászt. 15 termelő kínált a portékáit Siófokon vasárnap, egész Somogyból érkeztek az árusok. Nagy szerencsénk volt, mert egy erősebb lehűlést követően lett jobb az idő a gombáknak, aminek következtében a gombalegyek, gombaszúnyogok, amiktől kukacosodnak a gombák, azok így hál' Istennek elmaradtak, és most gyönyörű, szép, tiszta a szárítmány látszik is, hogy semmilyen rágás nincs rajta. Az árusoknál nem csak vásárolni lehetett, hanem recept ötletekért is érdemes volt kérdezni tőlük. A szárított gomba felhasználása elég sok rétű. Alapvetően bármilyen levesbe, pörköltbe, tejszínes ragúba ételízesítőként bátran használhatjuk, de én nagyon gyakran risotto készítéshez is felhasználom, illetve ilyen tésztás ételek készítésénél. A termelők szerint egyre többen vásárolnak tudatosan, keresik a helyi vagy környékben készült adalékmentes árukat. Szerintem egyre jobban van egy olyan réteg, akinek fontos az, hogy olyan terméket fogyasszon, ami helyben terem, tudja, hogy kikészítettem, annak a saját alapanyagaiból készül, nem esetleg a fontos számára az is, hogy vegyszermentes gazdálkodásból származom, mint amilyen a miénk, úgyhogy szerintem ennek abszolút megvan a kereslete. A gasztropiac nyáron Zamárdiban egy büfénél várta a vásárlókat, akiket ősszel is télen sem hagynak finomságok nélkül a termelők. A Somogyi Helyi Termék Egyesület új helyen egy siófoki étteremnél szervezi meg a hidegebb hónapokban a programokat. Novemberben 2 alkalommal települnek ki ide a termelők. Az adventi időszakban pedig hetente, tehát decemberben minden vasárnap fogjuk várni itt az érdeklődőket, illetve tervbe van az is, hogy kapcsoljunk mellé minden hétvégén az adventben valami kézműves foglalkozást is. Lekvárokat, szörpöket, zöldségkrémeket, csatnikat, húskészítményeket, sajtokat, mézes kalácsokat, mézeket egyaránt kínáltak a termelők, akik száma a jövőben tovább nő, így még szélesebb választék várja majd az érdeklődőket a balatoni gasztropiacon. Irodunk végén baronyai témáink még egyszer röviden. Fokozott biztonság a temetők környékén, rendőrök teljesítenek szolgálatot minden szentek és halottak napján. Segítik a személyes találkozásokat, állásbőrzét tartottak Pécsen. Fogyatékos gyerekek oktatását segítik, jótékonysági koncertet tartottak Pécsett. Első pécsi sporttudományi szimpózium, pécsi edzőlegendák tartottak kerekasztal beszélgetést. Csütörtökön napközben fátyol felhős napos időre számíthatunk. Az északnyugati szél a Dunántúlon többfelé élénk lehet. Reggel 8 és 10, délután 17 és 20 fok között alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb holnap este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!